Sok idős vagy nyugdíjas volt ma délután kíváncsi arra, hogyan tehetne még többet biztonságáért. A Kertvárosi Általános Iskola épületében ma délután egy bűnmegelőzési előadás várta a korosztály képviselőit. Tóth Szilvia, rendőrőrnagy, a Kecskeméti Rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetője elmondta, az idősek a rendőrök szemében kiemelt kockázatú csoport. Ez az életkorból, az ahhoz kapcsolódó gondoskodásból, és abból fakad, hogy az aktív életszakaszukban még más erkölcsi mércék voltak jellemzőek. Ráadásul az online világ további megtévesztésekhez ad eszközt az elkövetők számára. Lévai Jánosné a városrész önkormányzati képviselője a Gyopáros Nyugdíjas Egyesület tagjainak és a résztvevőknek elmondta, a rendőrőrnagy nem érkezett üres kézzel, kifejezetten az idősek számára készült kisokosokat hozott magával, hogy mindig kéznél legyenek a legfontosabb tudnivalók és információk, amik segíthetnek a megelőzésben.